Sziasztok! Innen eddig is és ezután is extrém módon odafigyelünk a tisztaságra és a rendre és a fegyelemre. És mivel be kellett zárnunk a vendéglátóhelyünket, viszont a kollégáinkat megtartjuk, ezért elkezdünk kiszállítani. Elsősorban Budapest és környékén, de Budapest és környékén túl is rendelhettek tőlünk jövő héttől már. Rajta vagyunk, hogy ezeket is megoldjuk. Na most nem csak az lesz, hogy bort tudtok vásárolni tőlünk és mi ezt házhoz szállítjuk, hanem sztorit is kaptok hozzá. Az egész úgy néz ki, hogy elsősorban amennyire csak lehet megpróbáljuk pakolás közben sterilizálni a borokat, fertőtlenítővel, de nyilván ti is az otthon kézbe vett borokat tisztítsátok le, de rajtunk múljon le. Próbáljuk meg egymásra ebben is odafigyelni. Szóval az lesz, hogy nem csak borokat kaptok, hanem élményt hozzá. A borokat, amiket megvásárolhatunk tőlünk, tudjátok, hogy ezek nem mainstream borok. Alapvetően borpárbajon kóstolt tételek, vagy különleges évjárat, vagy valamilyen szempontból különleges válogatások, amit sehol máshol nem kaphattok meg. És ezekről fogunk nektek mesélni vlogokban, mindennapos sztori beszámolókban, és igyekszünk minél több élményt eljutatni hozzátok, hiszen kell most szerintem az élmény, a szórakozás, és az, hogy kicsit kikapcsolódjunk esténként, vagy akár, hogyha otthon vagyunk egész nap, nem ülünk kocsival, reggeltől is lehet borozni. Bár én reggeli pálinkával kezdtek.